Tehát dr. Bárány Gábor vagyok, a Kefag ZRT erdőgazdálkodási osztályvezetője, és mint a cégünknél a vadgazdálkodás központ irányításáért felelős személynek nekem jutott ez a megtiszteltetés, hogy erről a valóban unikális populációról beszéljek önöknek egy kicsit. Mielőtt rátérnék arra, hogy miért unikális, először szeretném bemutatni önöknek néhány szóban, hogy hol is helyezkedik el ez a populáció, tehát miről van szó. Gyakorlatilag a képen az országos gímszarvas állomány nagyságot láthatjuk. Erről a populációról van szó, amelyet itt mutatok a jelölővel. Egy kicsit közelebb megyünk Bács-Kiskun megyéhez. A következő képen egészen jól látszik, hogy a zöld foltokkal a megyének az erdősültsége látható, még ezzel a pirosan keretezett résszel, ez a kicsit piskóta alakú, ez a császártöltési vadászterület a cégünknek. A cég 6 vadászterülete közül ez az egyik 11.634 hektáros vadászterület. Gyakorlatilag ez a piskóta alak, ez nem annyira szerencsés, de két nagy tömbről beszélhetünk így. A fenti ez a császártöltési, az alsó pedig a kunfehértói tömb. Gyakorlatilag ugye látjuk zölddel az erdősültségnek a nagyságát, és igazság szerint itt érkeztünk el ahhoz, hogy miért is unikális ez a terület. Szeretnék egy képet mutatni önöknek az első katonai felmérésről. 250 évet utaztunk vissza az időben. Tehát a kék pöttyel jelölt település császártöltés, míg a térkép jobb oldalán látható Kiskun halas. Ha kicsit visszalépünk, akkor lehet látni, hogy erről a sávról van szó. És amire szeretném felhívni a figyelmet, az középen ez a szép barna folt, ami gyakorlatilag homoksivatagot jelent. Az összes erdőterület, ami ezen a térképen látható, az ez a kis barna folt, illetőleg itt a szőlők szélén található Kiskunhalasnál. Tehát egyértelműen látható, hogy az az élőhely, ahol most ez a gímpopuláció található, az teljes mértékben emberi beavatkozás következményeképpen jött létre, tehát mi hoztuk létre azt az élőhelyet, ahol ez a populáció jól érzi magát. Szerencsénk van abból a szempontból, hogy a térségben a kalocsai érseki uradalom működött, és elég komoly levéltári adatokkal rendelkezik arra vonatkozólag, hogy hogyan és miként történt a területnek a beerdősítése. Lépünk is mindjárt 100 évet előre az időben. Itt már látható jó néhány sötét-zöld folt, ezek mind a homok megkötésére létrehozott erdők telepítése jött létre. Ezen erdők jelentős része, szeretném hangsúlyozni, hogy akác és fenyőfafajokkal jött létre annak idején. Ahogy az élőhelyet fejlesztette az ember, gyakorlatilag ezzel párhuzamosan jelent meg a gímszarvas is a térségben. Az első említése 1886-ban történt. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez az első gemenci említése is a térségben, tehát hogy eddig az időpontig gím nem csak hogy a Kiskunságban, de Gemencen sem fordult elő. Ez idősebb Kákonyi Sándor erdőr jelentése volt, aki azt írta be a jegyzőkönyv, hogy egy szarvas ellésnél a borjút elvitték, tehát lehet, hogy a térségben a vadorzásra is az első bizonyíték ez. Az első lelövést gyakorlatilag két évvel később Kovács Ferenc erdőr ejtette el szintén Pörbölyön, tehát innentől kezdve megtelepedettnek tekinthető a térségben a gím. Nagyon fontos idő, és ki is írtam ide Gömzsik Mihály erdőőrnek a jelentését, ez pedig a vadkárnak az első említése a térségben. Gyakorlatilag, mint látjuk, az első jelentéstől 3 év múlva 50%-os vadkárt szenvedett el szerencsétlen erdőőrünk. Bízunk benne, hogy őt kárpótolt a érseki uradalom. Gyakorlatilag az erdőtelepítések ugye folyamatosan zajlottak a
lent ezen a térségen, bár az alföldfásítás ugye akadozva haladt, de ennek a homoknak a fásítása olyan kiemelt szempont volt, hogy kötelezték a tulajdonosokat, mind az érseki uradalmat, mind az egyéb tulajdonosokat az erdőtelepítésre. Az erdőtelepítések haladásával fokozatosan előbb váltóvadként, majd később állandósulva a császártöltési részen is megjelent a gím. Nagyon fontos a 1956. évi Jeges Árnak az említése véleményem szerint. Gyakorlatilag jelentős mennyiségű gímszarvast szorított ki ez az ár az ártéri területről, és hát ők jöttek egyrészt a saját lábokon, másrészt pedig a érdekes momentum, hogy a hadsereg gyakorlatilag rohamcsónakokkal mentette a gímszarvast, és ezt hát a hajósi Szentkirályi környéken rakták ki, tehát a Dunavölgyi csatornán hozták őket, tehát nem csak hogy az élőhelyet, gyakorlatilag magát az érdeket is, vagy jelentős részben a populációt is betelepítették. Ettől az évtől, tehát 56-ban történt ez, 57-es évtől kezdve már bőgés is van a területen rendszeresen, tehát gyakorlatilag ez a szarvas megtelepedettnek tekinthető. Maga a vadászterületre vonatkozólag 1968-as dátumot fontos megemlíteni, innentől kezdve tartozik a császártöltési vadászterület a KEFAG ZRT kezelésében, azonban az első jó pár évben ezt vadásztársaságoknak bérbe adta. Gyakorlatilag a KEFAG saját hasznosításában 1997-től vette. Szeretném megjegyezni, hogy itt ugye az új vadászterületek kialakítása, illetőleg a korábbi tulajdonosnak a váltása az nem volt teljesen zökkenőmentes. Bátran kijelenthetjük, hogy a korábbi tulajdonosok lerabolták a területet. Ezt mutatja ez az alsó mondat is, hogy gyakorlatilag az első aranyérmes bikát a császártöltési területen 5 évvel a kezelésbe vétel után bírtuk elejteni. Gyakorlatilag ugye ez volt az egyik főág, a Gemencről történő betelepedés, és napjainkra, de csak visszalépek ahhoz a térképhez, talán egyszerűbb lesz elmagyarázni. Tehát itt látható egy másik erdősáv, ugye ez a Gemenci, nevezhetjük folyosónak, ez pedig a másik a határ felé, Kelebia felé menő sáv. Gyakorlatilag innen délről is történt egyféle beáramlás, erről is vannak feljegyzések Szabadka környékéről. Ha a populáció térképet nézzük, akkor gyakorlatilag itt gyakorlatilag császártöltésnél ér össze ez a kettő elterjedési terület, tehát mindenféle szempontból egy kevert populációval van dolgunk, de erről még később kitérünk. Gyakorlatilag az élőhely képéről, ugye láttuk, hogy a homoksivatagokhoz képest erősen megváltozott az élőhely. Gyakorlatilag fenyő és lombos fafajok találhatók ezen a területen jelenleg. Őshonos fafajok közül ugye a szürkenyár vagy fehérnyár említendő, egyébként pedig akác, erdei és fekete fenyő fajok találhatók elsősorban, elszólva azért tölgyes is található. Nagyon fontos, hogy mint látható homoki területről van szó, biztosítsuk a vizet a gímnek, bár a Dunavölgyi főcsatorna, mint említettem az előbb, nincsen annyira messze a területtől, tehát oda gyakorlatilag lejárnak a gímek, mindenféle probléma nélkül el tudják érni, ennek ellenére a területen kialakítottunk 20 vadítatót, ahova lajtkocsival is hordjuk a vizet, és ezen kívül működik egyelőre 4 darab napelemes kútról működtetett ilyen dagonyázó itatóhely, amit az alsó képen lehet látni. A kérdések megelőzés érdekében állam, hogy bár elég jól felszerelt a vadászterület, azért minden nyiladékra nem szoktunk kitenni puskát az elejtéshez. A kilövési adatokról gyakorlatilag éves szinten, mint ahogy a táblázatból látható, mostanára a 2014-es évre 100-as nagyságrendig kúsztunk fel. Becsléseink szerint egyébként a populáció nagysága, ami itt a császártöltési erdészet, császártöltési vadászterületen található, ez olyan 280-300 egyedet tesz ki. Az látható, hogy
érzékeljük a létszám növekedését, az állomány növekedését, ennek megfelelően igyekezzük apró lépésekkel, de növelni a kiejtést, az elejtésnek is a nagyságát, ezt szándékunkban áll a továbbiakban is fokozni. Gyakorlatilag nem szeretnénk egy olyan létszámot létrehozni, vagy olyan populáció nagyságot fenntartani, amely esetén már mindent be kelljen kerítenünk. Már sajnos most is elég komoly kerítéseket kell építenünk, de pont ez a kilövésnek az emelése a mennyiségi csökkentést igyekszik szolgálni, amellett, hogy minőségileg tartsuk, vagy lehetőség szerint növeljük az adatokat. Szeretnék egy táblázatot mutatni a trófea tömeg alakulásáról 2007 és 2014 között. Gyakorlatilag, ugye mint minden más vadászterületen, mi is törekszünk a középkorú bikáknak az elejtésére, ennek az élőhelynek, gyakorlatilag az élőhelynek a mienségét azt mutatja, hogy az elejtett bikáknak a zöme az a 7 és 10 kg közé esik. Természetesen vannak nagyobbak is, és egy darab bikánk van, amelyről majd még be fogok számolni az előadás folyamán. A következő ábra a bika kilövéseket mutatja, és ezen belül az éremmel díjazott trófeáknak a mennyiségét. Jól látszik az, hogy a hosszú évek kitartó munkája meghozza gyümölcsét, bár hangsúlyozni kell, hogy a 2014-es év, mint ahogy a mai nap folyamán is itt elhangzott, többször kiemelkedő volt a GIM trófeák mérete szempontjából, nem kivételezőleg a császártöltési vadászterület sem. 5 darab aranyérmes gimbikát tudtunk elejteni, vagy elejtetni. Gyakorlatilag ez kimagasló eredmény, de szerintem ennélkül is látszik az, hogy a kitartó és szakszerű munkának az eredményeképpen a minőség az folyamatosan javul. Gyakorlatilag szeretnék még 4 darab bikát mutatni, amelyek terítékre kerültek. Ez az a bizonyos császártöltési bikánk, amelyik 13 kiló fölötti 2009-ben sikerült elejteni. Szeretném is felhívni a figyelmet gyorsan arra, hogy a következő 4 darab képen direkt úgy válogattam össze, hogy lehessen látni, hogy az állomány nem egységes, tehát maguk az agancs alakulásban is tetten érhető ez, hogy mennyire kevert állományról van szó. Ugye itt egy viszonylag nagyobb terpesztésű, jól fejlett koronával látható egyedet láthatunk. 2010-ben egy évre rá ez egy szűkállású egyed. A következő kép 2013-ban készült, ez a bika látható farkaságat visel, és a tavalyi év egyik aranyérmes bikája látható még itt, ez pedig ugye nem annyira jól fejlett a koronája, tehát jól látható, hogy kevert állományról van szó. Mielőtt megköszönném a hallgatóság figyelmét, én szeretném köszönetet kifejezni a szakszemélyzetünk tagjainak, akik létrehozták ezt az állományt, és akik gondos munkájukkal folyamatosan fejlesztik, és lehetővé tették azt, hogy az előadás az ország legrangosabb kiállításán elhangozhasson. Köszönöm szépen a figyelmet!